Megtartották az évnyitót a Kisdelki Általános Iskolában. A rendezvényen stábunk is részt vett. Megtartották a Kisdelki Általános Iskolában a tanévnyitót. Több száz diáknak, köztük 79 elsősnek csengettek be. 2023-2024-es tanévben 3 első osztály indult. Papni Guba Éva, igazgató, ismertette a tanévkezdés tudnivalóit, majd megnyitotta az idei tanévet. Kedves tanulók! Szeretettel köszöntelek benneteket! Miután a nyári vakáció elteltével újra visszatértetek az iskolába, hogy folytassátok tanulmányaitokat. Jó, hogy a nyári csend után újra itt vagytok, és vidámsággal töltitek meg az iskolát. Remélem, kellemesen telt a nyári szünet, és sok érdekes, izgalmas élménnyel és tapasztalattal gazdagodtatok. Már nagyon vártunk benneteket, és örülünk, hogy a szünidőben vigyáztatok magatokra, sokat nőttetek, erősödtetek, ügyesebbek lettetek. Kedves diákok, kedves vendégek! Mielőtt megnyitnám a tanévet, röviden néhány technikai jellegű információt szeretnék ismertetni az első tanítási nappal és a tanév zavartalan működésével kapcsolatosan. A Kisdelki Általános Iskola 25 osztályában 546 tanuló kezdi meg tanulmányait az idei tanévben. Holnaptól az étkezést igénylők már ellátásban részesülnek, a térítési díjról az iskola honlapján fognak majd tájékoztatást kapni, hogy mikor lehet befizetni. Az iskolánk minden tanuló számára biztosítani tudja a 16 óráig történő foglalkoztatást, de ez nem kötelező. A tankönyvek a nyár folyamán megérkeztek, és úgy tudom, hogy már minden tanuló át is vette a tankönyvcsomagokat. A holnapi napon az alsó tagozatosok számára 3-4 tanítási órát, a felsőben 4 tanítási órát tervezünk. Ezek mindegyikét az osztályfőnökökkel fogják tölteni a tanulók. Ebéd után a gyerekek elmehetnek haza, tehát el lehet még vinni őket, de természetesen, hogyha szükséges, akkor tanulói felügyeletet is tudunk biztosítani. Hétfőtől azonban már rendes mederben működik majd a napközi és a tanulószoba is. Egy új pedagógus érkezett hozzánk a nyár folyamán, Erdély Melinda tanítónő, aki a harmadik évfolyamon fog tanítani, munkájához sok sikert kívánok. Kedves szülő, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket is. Az új tanév újabb feladatokat hoz, és egyre nagyobb kihívást jelent mindannyiunknak, gyermekeik számára is. Az elmúlt tanév egyik legnagyobb kihívása az iskola felújítási pályázat során megvalósuló beruházással kapcsolatos. Bizony, sok kellemetlenséggel járt időnként ez az építkezés. Örömmel jelenthetjük azonban, hogy ez a beruházás befejeződött, holnaptól birtokba is vehetik tanulóink az új épület részeket. Reményeink szerint egy modern, korszerű, valóban a 21. századi iskola várja gyermekeinket. A tantermek útorzata is megújult. Kérek mindenkit, hogy fokozatosan ügyeljenek, és figyeljenek majd oda, hogy ezek az eszközök, ezek a bútorok minél hosszabb ideig szolgálhassák majd az ide járó gyermekeket. Az iskola megközelítése ebben a tanévben már ismét lehetséges a Petőfi utca felől is. A reggeli közlekedést rendőrök és polgárőrök is fogják segíteni majd. A szülők részéről a gyermekek számára az iskolával együttműködve nyújtott segítség a leghatékonyabb. Kívánok erőt és kellő kitartást Önöknek, és bízom abban, hogy együtt örülhetünk gyermekeik sikerének. Kedves kollégáim! Kívánom, hogy a tanév során ránk váró feladatokhoz legyen elég erőnk, elhivatottságunk, kitartásunk. Azt gondolom, mindannyiunk közös célja, hogy a ránk bízott gyermekeket az itt eltöltött évek alatt legjobb tudásunk szerint felkészítsük arra, hogy később önálló lábra állva, felelősségteljes, a világra nyitott, gondolkodó, boldog, testileg és lelkileg kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak. Az óvodából iskolába lépő gyerekeket ajándékkal köszöntötték. Majd végül egy rövid műsorszámmal zárták a tanévnyitót a felső tagozatos diákok. Remélem, hogy az a várakozás, amellyel most itt ültök, ez elkísér majd benneteket a következő évben, és valóban az olvasás, írás, számolás birodalma csodálatos élményeket fog adni, és fog nektek jelenteni a következő néhány hónapban.
Kedves gyerekek! Holnap reggel ismét megnyílnak előttetek a tantermek ajtajai. Várunk benneteket. Rengeteg tennivalónk lesz. Új tanév kezdődik, új feladatokkal, új kihívásokkal, és reméljük új lehetőségekkel és örömökkel is. Kérünk benneteket, dolgozzatok nagy szorgalommal, mert az igazi eredmények és sikerek csak így születhetnek. Végezetül boldog pillanatokkal, szorgalommal, türelemmel, figyelemmel, erővel és jó egészséggel teli eredményes tanévet kívánok nektek. Ezennel a 2023-24-es tanévet megnyitom. Pályakarbantartás miatt módosult a vasúti menetrend. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Pályakarbantartás miatt hétfőtől módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok a Cegléd-Szeged vonalon november 16-áig. A napfény Intercity-k helyett pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szeged-Rókus között. A személyvonatok helyett pedig a vágányzári fázistól függően Kiskunfélegyháza és Szeged-Rókus, Kiskunfélegyháza és Kistelek, vagy Kistelek és Szeged-Rókus között kell pótlóbuszra szállni. A vágányzári menetrend néhány kivétellel minden héten hétfőtől csütörtökig érvényes. A hétvégéken a megszokott menetrend szerint közlekednek a vonatok. Felhívták a figyelmet arra, hogy a pótlóbuszok a szegedi nagyállomás helyett Rókusról indulnak és oda is érkeznek. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a napfény Intercity-k helyett pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szeged-Rókus között. Kivéve október 12-én napközben, október 23-án egész nap és október 30-ai héten. A vonatok Budapest és Kiskunfélegyháza között a megszokott menetrend szerint közlekednek, és ehhez igazodnak a pótlóbuszok. Szeged-Rókusról a buszok 20 és 40 perccel korábban indulnak, mint a vonatok indulnának Szeged állomásról. Ezért a főváros és Szeged között akár 40-60 perccel is hosszabb eljutási idővel kell számolni. A személyvonatok helyett Kiskunfélegyháza és Szeged-Rókus, Kiskunfélegyháza és Kistelek, vagy Kistelek és Szeged-Rókus között kell pótlóbuszra szállni a vágányzári fázistól függően. Október 23-a kivételével. A személyvonatok közlekedése részben igazodik a pótlóbuszokhoz, ezért az indulási időpontok egyes napokon akár 30 perccel is eltérhetnek az alapmenetrendtől. A pótlóbuszok Szegeden kivétel nélkül Rókus állomásról indulnak, és oda is érkeznek. Szegeden belüli utazáshoz a tram-train járatok állnak rendelkezésre. Azokon a vágányzár ideje alatt elfogadják a vasúti menetjegyeket és bérleteket. A vasút villamosok mellett a Mars tér érintésével több gyorsjáratú kisegítő buszjárat is indul a reggeli és a késő esti órákban Szeged Rókustól, illetve a hajnali órákban Szeged állomástól, biztosítva a csatlakozást a Kiskunfélegyházi pótlóbuszokhoz. Az Euromobilitás hét keretein belül több programmal is készülnek a városban. Erről kérdeztük Vas Rozáliát.
Az Euromobilitás hét keretein belül több programmal is készülnek itt Kisteleken. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük most Rozáliát. Köszöntelek, beszéljünk is erről, mivel is várjátok a kistelekieket. Én is szeretettel köszöntöm a tévénézőket is. Az Euromobilitás programot immár harmadszorra tudjuk itt Kisteleken megvalósítani. Ez egy uniós programsorozat, ami ilyenkor az Európai Unió összes országában működik. Szeptember 16 és 22 között zajlik ez a hét, ez minden évben ugyanebben az időszakban. Az idén a szeptember 16-a a szombati nap, így erre a napra tettük a családi nap programunkat, aminek keretében kézműves, kreatív foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket, illetve közlekedési témájú társasjátékokkal lesz lufi bohóc, illetve ugye a Szent István téren leszünk az idén, mivel az idén szeptember 16-án több program is megvalósul, és úgy gondoltuk, hogy jobb, ha ezek a programok egymást erősítik, és egy helyszínen tartjuk őket. Így lesz a területen ugye ugrálóvár is. Ki lehet próbálni az elektromos rollert, lesznek ügyességi biciklipályák gyerekeknek, meg felnőtteknek is, lesz az egész pici gyerekeknek is, amit úgy kell képzelni, hogy kis pálya, akár a kis lábbalökös bicikliekkel körbe tudják menni, de hogy legyen nekik is egy élmény, ezt minden évben nagyon kedvelték. Lesz ugye nagyobb gyerekeknek, illetve a felnőttek is kiszokták próbálni ilyen ügyességi kerékpáros pálya. Ezen kívül készülünk egy kincskereső programmal, hiszen a napnak a egyik feladata vagy lényege, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is előnybe részesítsük. Így egy kincskereső programmal készülünk napközben. Ez azt jelenti, hogy kapnak a jelentkezők egy térképet. A térkép segítségével meg kell keresni pontokat, ahova kincseket rejtettünk el, és ezeket a kincseket össze tudják gyűjteni, illetve az adott helyszínen készítenek egy szelfit. És hogyha mind a 4-5 helyszínen voltak, akkor visszaérkezve ugye egy nagyobb ajándékot is választhatnak maguknak. Igazából itt a kaland, illetve a séta ugye a legfontosabb, vagy a lényeg a történetben. És 5 órától este 9-ig készülünk egy esti kalandtúrával. A kalandtúrának az a lényege, hogy egy szabadulószoba módszer szerint zajlik. Az induló állomáson mindenki kap egy menetlevelet, és ezzel tud elindulni az állomások között. Az állomásokra csak akkor tud eljutni, hogyha megfejti a feladványt. Tehát minden állomáson kap egy feladványt, ugye az induló állomáson is, abból a feladvány megfejtéséből fogja tudni, hogy hova kell mennie, hol az első célállomás, ahol majd egy kis meglepetés, illetve egy újabb feladvány várja, onnan tud menni tovább a következő pontra. Itt összesen 6 állomással készülünk, minden állomáson lesz egy kis meglepetés is, és aki visszaér, ugye kap egy emléklapot, hogy teljesítette ezt a kalandtúrát, illetve frissen sütött palacsintával várjuk a visszaérkezőket. Természetesen zsíros kenyér is lesz, illetve vizet is biztosítunk a résztvevőknek, hogy ezt az utat végig tudják járni. Ez 5 kilométer, tehát nem akkora táv, amit szerintem gyerekekkel is ne lehetne megtenni. Nagyjából másfél órát kell számolni, hiszen a feladványok miatt ugye a séta az egy olyan 50 perc, 1 óra, a feladványokkal együtt egy nagyjából másfél órával kell készülni. És ebben az időtávban mindenki akkor indul, amikor szeretne, hiszen ha valaki hamarabb akar, ugye még 5 óra fel azért világos van, később viszont már sötétedik, tehát ki melyik időszakot szeretné. Kistelek belterülete, szóval eltévedni nem fog senki, nem kell félni farkastámadástól, szóval én úgy gondolom, hogy ez egy biztonságban végig járható kalandtúra, és reméljük minél többen érkeznek. Egyébként 16-án még a téren lesz egy streetball bajnokság, ugye az új streetball palánknál, illetve délelőtt sportág választó program. Ezek a programok az Euromobilitástól különállóak, ugyanakkor nem zavarják a rendezvények egymást. Az Euromobilitás keretében még ki lehet tölteni ott a téren papíralapon egy ilyen biciklis totót, aki jól tölti ki. Ezt nem mondom, hogy 100%-ra, mert ez nagyon nem szokott az évek tapasztalata alapján, a kerékpáros közlekedés szabályait az emberek kevésbé ismerik, és hát 80%-os teljesítménynél szoktunk már adni egy kis csokit ajándékba.
de ugyanez a, ez a Toto elérhető lesz a online felületen is, és ott is ugyanígy, aki kitölti és eléri a szintet, akkor az megkapja a kis ajándékát. Ezen felül a héten lesz még több program, lesz az általános iskolában egy bringás vetélkedő, ezt minden évben szerették a gyerekek. Itt a rendőrséggel, polgárőrséggel együtt működve szoktuk kialakítani a pályát, és ugye az osztályokból indulnak gyerekek, a társaik meg szurkolnak, és egy szép ajándékcsomagokat kapnak az első három helyezett. Bringás reggelivel is készülünk, aminek időpontja szeptember 22, és azon a napon, aki biciklivel érkezik a munkahelyére, akkor vagy az iskolába, vagy az óvodába, azt találkozhat a segítőjénkkel, akik a biciklivel érkezőknek átnyújtanak egy kis finomságot, műzlit, szeletet, almát, valami reggeli kiegészítő csemegét. Lesz még 22-én egy olyan program, ami az óvodában fog zajlani, és az óvodában egy, hát közlekedj okosan az óvodában a címe, és akkor ott a óvis gyerekekkel beszélgettünk egy kicsit, hogy mire kell figyelni, hogyha ő megy az óvodába, hogy kell közlekedni, hogy ugye hogy a szülőt nem hagyjuk el, illetve egy pici kis pályát építünk nekik, amin körbe lehet menni, kipróbálni, hogy a szalomozást, illetve a bólyák kerülgetését. Streetball kupát rendeznek Kisteleken. Erről kérdeztük Lazány Etelkát. Szeptember 16-án szombaton palánkavatót és streetball tornát is tartanak itt Kisteleken. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük Lazány Etelkát. Köszöntöm Ön, kicsit beszéljünk is erről a hétvégi programról, hogy is fog összeállni. Tehát ez a palánkavató meg streetball torna tulajdonképpen egy is ugyanaz. Azért szerveztünk streetball tornát, mert egy palánk van ott fölállítva a műjégpályánál, és a streetball az egy ilyen egypalánkos játék, egy palánkra játsszák, és mások többször csináltuk már ilyen tornát Kisteleken, és elég jól sikerültek, úgyhogy most is úgy gondoltam, hogy ezt szervezzük. Most itt négy fő nevezhet, 3+1, hárman játsszák a streetballt, ugye hárman vannak a pályán, és egy csere lehetséges, egy palánkra. Mint mondtam, kosárlabda szabályoknak nagyjából megfelelően játsszuk. Egy-két különleges szabály van. Játékvezető nélkül játsszák a streetballt a fair play szellemében, úgyhogy jól szokott sikerülni. Hány csapat lesz, mennyien jelentkeztek? Most jelen pillanatban 3 csapat jelentkezett eddig. Ki szoktuk egészíteni dobóversenyekkel, tehát szoktunk 7 méteres dobóversenyt, vagy 3 pontos dobóversenyt csinálni, vagy mindkettőt. Körmérkőzéses formában bonyolítjuk le, tehát mindenki játszik mindenkivel. 1000 négyzetméteren lángolt a zavar szeptember 7-én Balázsa külterületén. A kisteleki hivatásos és a balázsai önkéntes tűzoltók oltották el a lángokat. A tűz nem okozott károkat a környezetében. 1 hektáron égett a száraz füves terület szeptember 12-én délelőtt Kisteleknél. A kisteleki és a szegedi hivatásos, valamint a kisteleki önkéntes egységek közös erővel folytották el a lángokat. A tűzesetben személyi sérülés nem történt. A szakszerű tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem okozott komoly károkat a környezetben. A kisteleki rendőrkapitányság ingyenes kerékpár regisztrációs lehetőséget biztosít a Bicycle program keretein belül. A kisteleki rendőrkapitányság épületében Kistelek, Petőfi utca 2. 2023. szeptember 22-én pénteken 2 és 4 óra közötti időben. Kérjük, hozza magával a következőket: kerékpárját, személyazonosító igazolványát, a kerékpár tulajdonjogát igazoló iratot, amennyiben van kerékpáros igazolvány, számla, nyugta, blokk, adásvételi szerződés, garanciajegy, e-számla.